Több helyen szennyezett a víz, 4 szabad strandon sem fürdőzhetünk a megyében. Csúcson járnak a klímák, az egészség érdekében figyelni kell a túlzott hőmérséklet különbségre. Vadveszély az utakon, elkezdődött az őzek násza, így ezekben a hetekben megnő a vadgázolások száma is. A megye 4 szabad strandját záratta be a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a napokban a rossz vízminőség miatt. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! Több kórokozó koncentrációja haladta meg ugyanis a megengedett határértéket, ami összefügg a folyókon érkező árhullámokkal. A fürdőhelyek 2 negatív vízmintát követően fogadhatnak újra strandolókat, a tilosban fürdőzők bírságra számíthatnak. Most csak fotózkodni lehet a Gergely-Jugornyai szabad strandon, fürödni nem. Egy hete üres a part, miután egy vízmintavétel eredményeként kiderült, hogy 2 baktériumból is a megengedettnél több volt jelen a vízben. Az lehetne 900, nem sokkal volt több, meg 968. Vásárosnavény polgármestere mutatja a hétfői mintavétel eredményeit. A szennyeződés kiderülését követően 2 alkalommal kell mintát venni a vízből. A kötelek búják most a parton pihennek, a strandot le kellett zárni és kihelyezni a figyelmeztető táblákat. Amikor is 2 egymás követő alkalommal negatív a vízminta, akkor újra lehet nyitnunk. Tehát ez határozottan idő, de reméljük, hogy ez most már határozottá válik, hiszen imént kaptam a hírt, hogy a hétfőn vett mintát megvizsgálva itt Gergely-Jugornyai és Szabadstrand tekintetében a Tiszában negatív volt már ez a minta eredmény, úgyhogy várjuk a másodikat, amelyet kedden vettek le. Ennek tükrében, hogyha az holnap reggel megkapjuk reményeink szerint péntek délután, de legkisebb szombat reggel, ha és amennyiben ez a minta negatív, akkor tudunk nyitni, visszahelyezzük a bóját, kivesszük a fürdőtilos táblákat, és várjuk a nyaralókat, a pihenni vágyukat hétvégére. Nem csak itt a Gergely-Jugornyai szabad strandon volt gond a víz minőségével, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti fürdőzési tilalmat rendelte több helyen is a Tiszán, így a Tivadari, a Jándi és a Tuzséri szabad strandok sem látogathatóak jelenleg. A szennyeződés valószínűleg a folyón érkező árhullámok hozták magukkal, ezek okozták a veszélyesnek és az egészségre ártalmasnak ítélt vízminőséget. Utóbbit a kormányhivatal illetékes főosztálya folyamatosan figyeli. A vizek ellenőrzése már a fürdési szezon előtt általában leghamarabb 2-3 héttel megkezdődik. Ekkor vesszük az első vízmintát, és hogyha ez megfelelő, akkor kinyithat a strand. A fürdési szezon alatt, attól függ, hogy milyen hosszú a szezon, 2-szer vagy 3-szor is mérjük a vízminőséget, általában havi rendszerességgel. De hogyha bármilyen bejelentés jön, akkor természetesen ezen felül is akkor megvizsgáljuk a víznek a minőségét. A kifogásolt vízminőségű szabad strandokon a korlátozás feloldásáig nem megengedett a fürdőzés. A vízi rendészet folyamatosan ellenőrzi is ennek betartását. Aki tilosban strandol, nem csak a saját egészségét veszélyezteti, büntetésre is számíthat. A kormányhivatal egyébként nem csak a szabad strandok, hanem az épített medencés fürdőket is rendszeresen vizsgálja. A megye 43 mesterséges strandja közül jelenleg mindegyik üzemelhet. Nem ajánlott a túlzott klímahasználat, az egészséges határok betartását ajánlja az orvos ebben a nagy forróságban is. Az ideálisan beállított klímaberendezés csak 6-8 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet ad a kintinél. Ez a különbség még nem terheli meg az emberi szervezetet. A megfelelően karbantartott és tisztított klíma esetében hátrányok nélkül élvezhetjük a kellemes hűsidőt a legnagyobb kánikula közepette is. Sokkal kellemesebben tölthetjük szabad vagy munkaidőnket, javul a koncentráció képesség és kevésbé terheljük a szervezetünket. A klímahasználat szabályait azonban érdemes betartani, hiszen a forró levegőről egy erősen hűtött helyiségbe való belépés nem csak megfázást okozhat, a gyors hőmérséklet változás komoly negatív hatással rendelkezik a szervezetünkre. Ha valaki napi 8 órát bent tölt a munkahelyén, és folyamatosan ugyanabban a hőmérsékletű, ugyanolyan hőmérsékletű környezetben dolgozik, akkor az előnyös lehet. De mondjuk, hogyha valaki, teszem azt mondjuk autósutárként dolgozik, az autóba tart, hogyha képes rá ugye a klímaberendezése ilyen 17-18 fokokat tartani,
közben meg néhány percenként ki kell szállni a 31-nehány fokos külső hőmérsékletre, vagy ugye még melegebbe, akkor azért az nagyon meg tudja terhelni a szervezetét. Tehát a túlzott klimatizálás azért semmiképpen sem javasolt. Különösen igaz ez azokra, akiknek van valamiféle krónikus szív-érrendszeri megbetegedése, mert ugye a hűvös környezetben az erek szűkülnek, ezáltal ugye a vérnyomás emelkedhet, majd amikor ugye kimegyünk a melegbe, akkor a periférián lévő erek tágulnak, ezáltal csökkent a vérnyomás, amit ugye a szervezet igyekszik kompenzálni, hogy azt folyamatosan állandó szintet tartsa, tehát ez a szív-érrendszert pluszban meg tudja terhelni. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a légkondicionáló gépek a friss levegőt hűtik le és juttatják az adott helyiségbe. A levegő azonban a beltéri egységben kering, ugyanaz a levegő jut vissza a légtérbe, kívülről friss levegőt nem biztosít. Tisztában kell lenni azzal, hogy az esetek többségében ugyanazt a levegőt kerinteti a szobában, tehát az a levegő az egy idő után elhasználódik, ezért fontos az, hogy korán reggel, illetve délután az esti órákban azért egy nagy szellőztetés mindenképpen történjen, illetve hát ugye gondoskodni kell a klímaszűrő berendezéseinek a megfelelő tisztán tartásáról, mert egyébként elszaporodhatnak különféle kórokozók, baktériumok, gombák, vírusok, és ugye a klímaberendezés, hogyha ezt kifújja a környezetünkbe, akkor különféle légúti megbetegedéseket szedhetünk össze. A megfázáson túl az érzékenyeknél ízületi gyulladás is kialakulhat, ha a hűtés közvetlenül éri a testrészeket. 25-26 fokos hőmérséklet beállítása javasolt, amely elégséges a szervezet számára, ha a kinti levegő 35 fok feletti. Elkezdődött az őzek násza, így ezekben a hetekben a vadgázolások száma is megnő az utakon. Különösen megzavarja az állatokat, hogy az aratás után kevesebb rejtekhely maradt számukra, így az autó utakon keresztül keresnek új élőhelyet. Ha egy vadgázolás esetén az állat elpusztul, kötelező rendőrt hívni, amit azonban sokan elmulasztanak. Megkezdődött az őzek párzási időszaka, vagy ahogy vadásznyelven mondják, üzekedése. Ilyenkor a bakok űzik a sutákat, vagy akár egy másik bakot is elkergethetnek a territóriumokról. Ebben az időszakban az állatok sokkal óvatlanabbak, figyelmetlenebbek, mint általában. Nem véletlen tehát, hogy ilyenkor sokkal gyakoribbak a vadelütések. Ami ugye igazán nehézé teszi a dolgot, hogy egész nap mozognak, jellemzően inkább ugye hajnalban és este, ilyenkor üzekedéskor egész nap mozognak, tehát gyakorlatilag bármikor találkozhatunk velük az utakon, és mivel ugye egymással vannak elfoglalva, még annyira sem figyelnek az autókra, mint egyébként. Fokozza a problémát, hogy az utóbbi hetekben folyamatosan dolgoztak a kombájnok a mezőgazdasági földeken. Az állatok ilyenkor a gépek hangja miatt is megriadnak, ráadásul a learatott táblákon már nem tudnak tovább rejtőzködni, gyakran így nagyobb csordákban keresnek megfelelő élőhelyet. Sokan még most sincsenek tisztában azzal, mi a teendő vadgázolás esetén. Hogyha ez az ütközés nem túlságosan nagy, akkor a vad elmenekülés ugye csak a kár marad ránk, amit ugye mivel két veszélyes üzem találkozásáról van szó, ugye ezt az autóvezető fogja viselni. Izgalmasabb a helyzet, amikor ott majd a vad is a út mellett ugye elpusztul, hiszen akkor azért szólni kell mindenképp a rendőrnek, aki értesíteni fogja a területileg illetékes hivatásos vadászt, aki majd ennek a tetemnek az elszállításáról gondoskodik. Nagyon fontos tudnunk, hogy ahogy mondtam is, hogy két veszélyes üzem találkozik, hiszen a vadászat, vadgazdálkodás is veszélyes üzem, az autóvezetés szintén veszélyes üzem, tehát itt mind a két fél viseli a saját kárát. Ettől függetlenül nyilván a vadásztársaságok, ahol szükséges, ott tárgyalnak az illetővel, az autótulajdonossal, és azért próbálnak segíteni a károsulton, nyilván olyan mértékig, amennyiben őket terhelheti valamilyen felelősség. Országosan jelenleg körülbelül 375 000-re becsülik az őzállományt, a megyei titkár pedig azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a trófea minőségi ranglistán rendre az első 5-ben szerepel. A Jobbik szerint a kormányzati kommunikáció és a valóság nincs összhangban egymással, hiszen miközben a bevándorlás ellenes politikát hangoztatják, addig az elmúlt időszakban a 100 000. harmadik világból származó vendégmunkást telepítették be szervezetten az országba, hangzott el a párt sajtótájékoztatóján szerdán Nyíregyházán. A Jobbik alelnöke szerint a multinacionális érdekeket kiszolgálja a kormány, a magyar fiatalok létérdekeiről pedig megfeledkezik. Ezért dolgozta ki a Mi Várunk programját a párt.
Egy átfogó bérlakás építési programról van szó, évente legalább 5000 új építésű bérlakást szeretnénk emelni. Ezek beköltözhetősége pedig a piaci albérleti díjak maximum feléért lenne elképzelhető. Így van értelme megsporolni a magyar fiataloknak az akár bankhitelesként töltött nehéz esztendőket, illetve a külföldre való kényszerű távozás eltöltött időszak egy részét, hiszen azt látjuk, hogy a szülőföldön boldogulás lehetősége szinte kizárt azoknál, akiknél, ha átlagbérben gondolkodunk, és minden fillérjüket félrerakják, tehát nem költenek az étkezés és a ruházkodásnak a luxusára, akkor 8,5 évnyi fizetésre van szükség egy akár használt lakás megvásárlásához. Ha az ember mondjuk táplálkozik és ruházkodik is, ez a 8,5 év vagy 9 év rögtön felmehet 25-re, és azt látjuk, hogy már nem lesz akkora különbség az önálló tulajdon megszerzése és a nyugdíjkorhatár elérése között. Tehát azok a boldog békeéveknek szánt időszakok nagyon erősen lecsökkentek Magyarországon. Mi tehát vissza szeretnénk adni ezeket az éveket a magyar fiataloknak. Ez viszont nem a fideszes bérlakás kiárusításon keresztül képzelhető el, hanem bérlakások tömeges építése által. A tavalyi látogatószám elérése a cél idén a Nyíregyházi Állatparkban, ez összesen 400 ezer vendéget jelentene év végéig. A létesítményben az elmúlt hónapok nehézségei ellenére is folyamatosak a fejlesztések, legjelentősebb beruházásként a jégkorszak élő világát bemutató attrakció kialakítása zajlik. Május elején nyithatott ki újra a Nyíregyházi Állatpark, előtte fél évig zárva volt a járvány miatt. Nem csak a pandémia miatt, de egész Európában új kihívások előtt áll az állatkerti szakma. Most hiába van már sok vendég bevételek terén, nem tudják behozni a lemaradást. Az élet ugyanis ebben az időszakban sem állt meg, a költségek ugyanúgy megmaradtak. Mindenről a Nyíregyházi Állatpark igazgatója beszélt a 35 percben. A sóstozóban ettől függetlenül sem álltak meg a fejlesztések, idén átadták az India házat, és épül a jégkorszakot megelevenítő egység, amelyet két éven belül átadnának a látogatóknak. A mellett családbarát fejlesztésekből sem volt hiány az elmúlt hónapokban. Azért a nyári szezonra átadtuk az Afrika játszóteret, aminek nagyon nagy sikere van, és annak tövében van egy úgynevezett babaház, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez egyedüli a mai állatkerti történelemben. Egy olyan mosdó és WC, ahol a kismamáknak szoptatószobát rendeztünk be, illetve külön van baba pellenkázó. Ez egyébként több helyen is volt a parkban, de szoptatós szoba nem. És hát úgy gondoljuk, hogy egy nagyon korszerű, látványos mosdó fogadja a vendégeket. 2019-ben több mint 600 ezer, tavaly a járványhelyzet miatt már csak 400 ezer látogatója volt a parknak. Idén ennek elérése a cél. A szakembert egyébként a közelmúltban választották meg a Magyar Állatkertek Szövetségének elnökévé. Ennek kapcsán elmondta, minél előbb meg kell újulni a hazai állatkerti szakmának, fejleszteniük kell a létesítményeknek. Fontos, hogy ne konkurenciái legyenek egymásnak, hanem kiegészítsék egymást, akár más-más tematikát kialakítva. Vajdos László az állatkertek változó feladatairól is beszélt a műsorban. Nagyon-nagyon előtérbe kerültek az állatjóléti szempontok. Tehát ma már nem egy állatkert, egyébként már régen nem, csak arról szól, hogy de valamikor így kezdődött évszázadokkal ezelőtt, hogy hát jön öncélú mutogatása az állatoknak minél kisebb ketrecbe. Ma már azért ott tart, hogy az állatkertnek számos más funkciója van. Tetszik, nem tetszik, ez a 8 milliárd ember nem nagyon tud a természetben együtt élni a többi élő lényel. Az az igazság, néha még egymással sem. És hát bizonyos élőhelyeket elhódítanak az állatok előtt. Az igazgató hozzátette, nagy számban pusztulnak ki a fajok, a jó állatkerteknek pedig az is a feladata, hogy ezeket megőrizze, fenntartsa az utókor számára, és visszaadja a természetnek. Nagy gondot kell fordítani a madarak itatására a nyári hónapokban is, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az itatás egész éves madárvédelmi tevékenység, különösen a víztakarékosabban működő településeken, ahonnan az egykor széles körben elterjedt háztáji állatok itatói is hiányoznak. Most a cica szomját csillapítja a víz, eredetileg azonban madarak itatására és fürdőzésére lett kialakítva a kis kerti tó. A nagy nyári melegben a madarak hűtéséről is gondoskodni kell, mindezt azonban szakszerű útmutatás alapján.
Amikor ilyenkor nyáron itatjuk őket, akkor feltétlenül egybekötjük a fürdetést az itatással. Tehát nem túl mély itatóhelyet kell nekik biztosítani, hiszen abban esetleg bele is fulladhatnak, hanem akár megtesz egy 30-40 cm átmérőjű cserép alátét, amit ugye naponta újra töltünk és tisztítunk, vagy hogyha igényesebbek vagyunk, akkor természetesen akár egy kis tavat is lehet létesíteni. Fontos, hogy legyen benne mindig víz, a másik pedig, hogy legyen búvóhely a madaraknak a közelben, tehát ha lehetőleg minél sűrűbb bokrok közé rakjuk ki, annál jobb, mert hogyha jön egy karvaj, vagy jön egy macska, akkor el tudnak bújni. Arra azonban vigyázunk, hogy ne a macskának alakítsunk ki búvóhelyet, ahonnan támadni tud, és meg tudja fogni a madarat, hanem a madaraknak legyen lehetősége menekülésre. Tehát inkább magasabb bokrok, amik sűrűbbek, de maga a föld közelébe ne legyen olyan sűrű hely, ahonnan tud támadni a macska. A madárbarát kert kialakításánál több szempontot érdemes figyelembe venni. Ha megoldott az itatás, a búvóhely és a madárfürdő, folyamatos vendégei lehetnek kertünknek a kis jövevények. Tudnék ajánlani egy könyvet, Madárbarátok nagy könyve, Orbán Zoltán írta, a Madártan Egyesület szóvivője, illetve a Madárbarát kertre rá lehet keresni a Madártan Egyesület honlapján, ott 1000 tanácsot adnak, hogy hogyan lehet csábítani a madarakat. Például bogyós termésű bokrok, egyéb növények, vadszőlés és egyébnek a telepítésével, a nagyobb a kertünk, akár rakhatunk harkályfát, tehát egy olyan korhadtabb fát beállítunk a kertbe, amire rájönnek a harkályok, és a garástól kezdve, meg ami vonza a rovarokat, olyan növényt telepítünk, akkor a rovarokra megjönnek a madarak is. Tehát ez egy teljesen összetett dolog, nem csak a madarakat kell csábítani, a kertünknek kell egy olyan kis részét kialakítani, ahol kevésbé zavart, ahol sűrűbbek a bokrok, ahol valóban bogyók vannak, és akkor a sűntől kezdve minden más állat is meg fog jelenni, nem csak a madarak. Szakember felhívja a figyelmet, hogy ilyenkor nyáron a madarak többsége, például a rigófiókák vagy a rozsdafarkúak hamarabb kiugrálnak a fészkekből, mint ahogy megtanulnának repülni. Ezek a madarak nem elárultak, a legtöbb esetben feleslegesen mentik őket. A hívószó alapján keresik a fiókák a szülőket, a szülők pedig őket, és addig etetik őket, amíg röpképesek nem lesznek. Megyei rangadóval indul a labdarúgó NB3 2021-22-es idénye a keleti csoportban. A Kisvárda második csapata a Sényőt fogadja. A mérkőzés vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a Várkerti sporttelepen. A legutóbbi szezonban elért 5. helyezést követően egy speciálisnak mondható felkészülés után vág majd neki a bajnokságnak a Kisvárda 2. A Kocsis János által irányított együttes a hazai munka mellett Ausztriában is edzőtáborozott, a szakmai stáb ott igyekezett kialakítani azt a keretet, amelyik alkalmas lesz arra, hogy megfeleljen a kettős elvárásnak. Második csapatként egyrészt a fiatalokat kell felkészíteni a magasabb osztályra, másrészt pedig az eredményesség sem másodlagos. Az elején nagyon sok próbajátékosunk volt, aztán volt egy majdnem 2 hetet felölelő edzőtábor, ami azért a NB3-as szinten azt gondolom, hogy nem megszokott, úgyhogy ez is egy picit alkalmazkodni kellett. Illetve voltak olyan játékosok, akik a rájátszás miatt, meg az akadémián a szünet miatt egy picivel később csatlakoztak, tehát emiatt azért különlegesnek mondható, és természetesen az edzőpartnerek is adnak egy kis különlegességet a dolognak, hiszen 3 osztrák és 3 szlovák csapattal játszottunk, de egyébként is én azt hallottam itt mindig, hogy külföldi partnerekkel kell készülni a bajnokságra, úgyhogy mi ebbe a szezonban szerintem ennek tökéletesen megfeleltünk, és bízom benne, hogy a bajnoki meccsen ezt kamatozni fog. Az elmúlt évekkel ellentétben Sényűn ezúttal jelentős volt a játékos mozgás. 8 új futballista érkezett, többek között ezért is játszott jó néhány edzőmeccset az Imrő László Fiumei Viktor páros által irányított együttes. Minden sikerült elvégezni, amit elterveztünk. Az edzőmérkőzéseken fele más képet mutatott a csapat. Voltak jó mérkőzéseink, kevésbé jó mérkőzéseink. Igazából, amit szerettünk volna gyakorolni az edzőmérkőzéseken, azt azért tudtuk gyakorolni több-kevesebb sikerrel, de nyilván azért a bajnokság során reméljük, hogy a szebbik arcát fogja mutatni a csapat. A sorsolás úgy hozta, hogy már az első fordulóban egymással játszik a két megyebeli NB3-as együttes. Kocsis János a győzelem igényével küldi majd pályára a csapatát. Tudjuk jól, hogy ezért a Sényő az egy tapasztalt, magasabb osztályt megjárt játékosok, rutinnal, NB3-as rutinnal rendelkeznek, úgyhogy biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Én bízom abban, hogy azért a mi fizikai erőnk, illetve
már az, ami az elmúlt egy év is jellemzett minket, azért azok most vissza fognak köszönni. Annak is függvénye természetesen, hogy az első csapattól ki fog jönni esetleg hozzánk játszani, de bárhogy is alakuljon, tehát nekünk hazai pályán egyértelműen győzelemre fogunk törekedni, és tényleg megpróbáljuk itthon tartani a három pontot. Fiumei Viktor abban bízik, hogy a legutóbbi várdai meccshez hasonló színvonalú találkozót játszanak, csak számukra kedvezőbb eredménnyel. A Kisvárdával egyébként tavaly is egy nagyon jó mérkőzést játszottunk ott, ahol ugye vereséget szenvedtünk, viszont nagyon jól játszottunk. Az ő játékukat ugye mindig meghatározza a pillanatnyi összeállítás, de úgy gondolom, hogy bármilyen összetételbe lépnek pályára, mindenképpen nagyon erős keretük van, és a fiatalok is egyre jobban odaérettek, hogy meghatározó tagjai legyenek ennek a bajnokságnak, úgyhogy mindenképpen egy jó kis megyei rangadóra számítok. A Kisvárda 2 sényű mérkőzés vasárnap délután 17:30-kor kezdődik a Várkerti sporttelepen. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Gergely-ugornyai, Tivadari, Jándi és Tuzséri szabadstrandot is bezáratta a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya napokban a rossz vízminőség miatt. Több kórokozó koncentrációja haladta meg ugyanis a megengedett határértéket, ami összefügg a folyókon érkező árhullámokkal. A fürdőhelyek két negatív vízmintát követően fogadhatnak újra strandolókat. A tilosban fürdőzők bírságra számíthatnak. Napok óta óriási a hőség, ahol vannak, folyamatosan mennek a klímák. Figyelni kell a kinti és a benti hőmérséklet közötti különbségre. Az orvos 25-26 fokos hőmérséklet beállítását javasolja. A beltéri hőmérséklet túlzott csökkentése megfázásos tüneteket okozhat. A gyakori hideg-meleg változás pedig a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésre érzékenyeket érintheti hátrányosan. Elkezdődött az őzek násza, így ezekben a hetekben a vadgázolások száma is megnő az utakon. Különösen megzavarja az állatokat, hogy az aratás után kevesebb rejtekhely maradt számukra, így az autóutakon keresztül keresnek új élőhelyet. Ha egy vadgázolás esetén az állat elpusztul, kötelező rendőrt hívni, amit azonban sokan elmulasztanak. Július 29-én csütörtökön a Kölcsei televízió híradóját látták, amelyen legközelebb holnap este várjuk Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel általában derült lesz az ég, majd az északnyugati-nyugati megyékben az éjszaka második felében már megnövekszik a gomoly felhőzet, és ott néhol zápor, zivatar is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. Hajnalra 12 és 22 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a sok napsütést általában kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja, az ország döntő részén nem várható csapadék, de a Dunántúl észak-nyugati-nyugati részein, illetve esetleg az északi középhegység térségében kialakulhat néhol zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 32 és 36 fok között várható.